Sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolos tank bemutató. A mai kiszemelt áldozatunk nem más, mint a Tier 8-as Raid Medium, ugye a Primo Victoria. Nos, hát ő nagyon sokban hasonlít az asszonyomra, de erre majd később kitérek. A tankot, amiért elővettem, felszereltem, leporoltam, az pontosan a Laci véget van, mivel pár nappal ezelőtt kérdezett róla. Bár azóta ő más tankot vett meg, viszont úgy voltam vele, ha már ennyire érdekli, akkor megnézzük, mit tud Viki ennyi idő után. Nagyon régóta nem használtam, úgyhogy ez nekem is újdonság lesz. Tehát, mint mondtam, nagyon hasonlít az asszonyra. Itt értem például az 50 km-es sebességet, ami azt mondom, hogy jó, nem is az a szélvíz, de nem is az a lassú, ez ilyen shoppingoló sebesség, tehát ha én elmegyek vásárolni, beszaladok a boltba, meg kijövök, az asszony az 50-be rakja magát, és végignyál az minden polcot. Tehát mondhatni, hogy elég is a sebesség, meg nem is, tehát az az átlag. 1450 HP-val rendelkezünk, ami saját tierben jó, viszont 10-es tierben kevés. Ezt meg úgy jellemezném, hogy piacos napkora legyek, elhordják, ha zárva a piac, akkor egész szépen lehet vele gazdálkodni. Nos, 76-os frontunk van, ami nem tudom, derék vagy csípő bőséget jelent, mindegy, a lényegben, hogy egy 76 mm-es front van, hatalmas alvázzal, mármint alsó lemezzel, mint látható, tehát ha testtel szeretnénk érvényesülni, az gyorsan behasítják. Teste nem igen szokott pattintani. Viszont, na ez a legnagyobb jellemző, ugye a torony, 254 mm-es torony van, tehát kemény fejű, mint az asszony. Úgyhogy oda lehet dobálni a rizsát, mert az biztos, hogy nem fog átmenni rajta. Sőt, még egy kis bónusz, ugye 400-as látótávja van, úgyhogy ez is hasonló, mint az asszony, hogy mindent meglát. Úgyhogy mondhatni, kiköpött másra ez a tank. Nem is véletlen kapott szerintem ilyen Victoria nevet. A lapátütésünk 226, ami azt mondom, hogy vígan elég, ha van időd gyenge pontokra célozni, ha esetleg ez nem, akkor egy 258 prémium lőszer áll rendelkezésedre, hogy 10-es tierben is hatékonyan tudjál dolgozni. 230-as alfával vagyunk, ami saját tierben jó, viszont 10-es tierben nem egy visszafogó erő. 7,5 szűkülésünk van, 100%-os töltésünk van, 100%-os legénységnél, szűkülésünk 2,3-as, ami azt mondom, hogy na, elmegy, lehet használgatni tornyozáshoz ez az. 65 lőszer áll rendelkezésünkre, azt nem fogjuk elpattintani, vagy pattogtatni. 0,33 a pontosságunk 100 méteren, ami szerintem ideális. Nos, ha már így kielemeztük az asszonyt, nézzük, mire képes, elindítjuk a csatát. Ugye a pálya Karélia és eső, természetesen 3 hete esik. Miért ne? Miért ne a játékba is esetne? Nos, mint láthatjátok, megnéztük az ellenfelet. Hát vannak itt 7-esek, 8-osok, meg az a 4 darab 9-es, az nem tétel az asszonynak, és megeszi őket reggelire. Ami a legfontosabb, hogy most nem megyünk be ide középre, fel a dombra, mivel az asszony kemény fejű és nincs arti, így be fogunk állni ide valami gödörbe. Mondhatnám úgy is, hogy szabadtéri foglalkozás lesz. Nos, lassan elérünk a tett színhelyére. Várhatóan érkeznek majd a tankok is, meg is érkezett egy Object 257-es és kapáslő is 237-et bele sikerült húzni, T-54, hát ő már kicsit combosabb, de hát az asszony feje az meg ingathatatlan, mint mondtam, imádom a tornyos tankokat, nem véletlen, iszonyatos játék élményt ad, főleg ha van mi fogja a lövést. Itt 229, szépen húzódunk vissza, ugye van egy kis töltés, hogy hopp, itt is kopogtattak, de hát nem nyitunk ajtót senkinek,
megint leadtunk egy 232-t, ha jól láttam, de nem vagyok benne biztos, próbálgatunk. Tehát itt is jött, és csak egy kip-kop van. Nem elég, hogy az eső veri a bádogot, de még a szomszédság is. Semmi probléma. Isu 130-ba is beküldtünk egy emlékeztetőt. Ugye rég használtam a tankot, még szoknom kell, meddig lehet feltolni. Há, 244, úgyhogy biztos, hogy örülnek nekem. Tehát nem csak anyám csuklik, hanem most már az asszony is. Hopp, kop, még egy kop. Élvezzük az esőt, a friss levegőt. Kip, kop, kikopok. Hopp, itt beszaladt egy. Úgy tűnik az asszony figyelmetlen volt. Vagy túltoltuk, vagy repesszel kóstolgatnak, teljesen mindegy. Van már 7 bevitt találatom, meg egy rakás kopogtatni valom, de lassan csengőt kell felszerelni, mert kezd fogyni a HP-nk, úgyhogy asszony kezd szétszóródni. De még mindig van 689 HP-n, kicsit hátrább megyünk, hogy összekapjuk magunkat, ugye itt már azért óvatosabban kellene játszani. Brutális torony, nagyon jó Gandep. Itt hirtelen elcsodálkoztam, hogy Goldal lőttem eddig, de ja, úgy tűnik, hogy az, hogy semmi probléma, itt megint kiosztottunk egyet. Ugye IS-3, meg itt be van lóra húzódva az Object 257-es, itt megpróbálok megint kilőni, nem sikerült. Ugye húzom vissza, mert a háttérben azért ott még ott egy isú is. Be sikerült lőnöm valakit, de ezt nem láttam, hogy mekkorát sebeztem. Ellőtték az asszony ágyúját, méghozzá az isú 130, visszafogtam a lövését, itt megint csak kopogtatnak, itt is. Tehát kicsit táncoltatjuk, az sose baj, ugye a nők azok nagyon szereti. Kip-kop, kikopog. Itt is, ott is, amott is, iszonyatosan jó ez a tank. Jó mobilitása is van, meg jó test és toronyforgás, tehát minden adott ahhoz, hogy egy egészségeset tudjon vele medelni az ember, vagy tornyozni. Egy piacos napot fogtunk ki, majdnem, hogy elhordtak a legyek, de 689 HP-nk még mindig van, viszont P43 TR az fent ólálkodik, úgyhogy próbálok egy olyan pozíciót keresni, ahol el tudom rakni ezt a 76 mm-t, de sajnos ebben a pozícióban nem tudom. KV-13, próbálom trackre rakni, lőttem egy kritikát, próbálok kijebb jönni, viszont visszahúzódik, mint elszontyolottam egy kicsit, de semmi probléma, 10-be vitt találat, 10 felderítés, mint mondtam, az asszony szeme mindent lát, nagyon jó ez a 400-as látótáv, és ezt még tudnám fokozni, ugye, távcső például, meg pótellátmány, ilyenek. Nos, én úgy döntöttem, ott el vannak a kollégák a zsibvásáron, én feljövök, meglátogatom a KV-13-at, mert olyan magányos. Gondoltam, beköszönök. Vikinek biztos örülni fog. Szépen óvatosan toronyból. Pif, 265. Kicsit visszább húzom. Próbálok toronyból maradni, vagy toronyból maradni. Hát itt mellé lőttem, de hát nem számít. Menekülőre fogta, úgy tűnik nem nagyon tetszik neki ez a kapcsolat, amit éppen próbálok beleépíteni, vagy kiépíteni. Hát inkább feladta küzdelmet. Nos, hát oda leszorultak eléggé a kollégák. Próbálok oldalt maradni a hegynél, hogy ugye tornyozni tudjak, de hát itt a kollega is befeküdt. T-54 próbál helyezkedni, viszont az ő tornya azért eléggé combos. Még parancsnoki kupolát is előni. Eléggé feladja a leckét. Kicsit megringatom Vikit. És 205, tehát nagyon kicsiket ad a 230 helyet, vagy hez.
Isú 137, hát úgy voltam vele, hát ő annyira kóstolgatott, tehát láttam millió egy lepattanót, meg előtt az ágyumat, tehát az a minimum, hogy beköszönök, sikerült is, 20 AP-ről meg az első fregen, 14 bevitt találat. Nos, úgy tűnik, hogy maradt egy standard B9-esünk valahol, ugye itt vége lett a piacnak, mindenki összevásárolt magának, úgyhogy a rohanok is haza. De még mielőtt hazaérnék, megpróbálom útba ejteni a standard B-t. Itt nem tudom, mit korgolódok, de biztos. És standard B megvan. Kontrázok. Szűkülök. Ugye a 2-3-as szűkülés azért, na adja, 2-31, végre megütötte a 2-30-at, viszont itt fedezékbe borult. Ment. Még próbálom majd menet közben előni, de a kis kulisszatitok nem fog sikerülni. Ugyanis gyorsan elpárolom. Hihetetlen, ilyen párás időben is. Nos, hát elég gyors meccs volt, de nem is ez volt a lényege, hogy magát a meccset, hanem hogy Viktóriának mit tud a tornya, vagy mit lehet kezdeni egy tornyos tankkal. Visszamegyünk a garázsba. Megnézzük a bevásárló listát. 103.459 kreditet keresett, ami azt mondom, hogy Vikitől nem rossz, azt mondja azért nem gazdálkodik így. 8110 XP, 1 frag. 3237-et sebeztünk, ami azt mondom, hogy tier 8-as prémium tankkal elmegy. Ideális. Jó. Ja. 10 felderítés, itt az asszony személynek köszönhető, tehát az azért nem semmi egy mettől. 1183 assziszt, amit ha hozzácsapunk a sebzéshez, akkor még ideálisabb, mert akkor már 4300-4400 kombinált, ami azt mondom, hogy vígan kiemeli a medek közül. És itt jön a fekete leves, ugye az asszony, a kemény fejű asszony 5865-öt blokkolt, és ezt mind tornya. Na, ennyit tud a tornyos tank, vagy tornyos med. Főként, ha mondom, hát ha ezzel játszanék folyamatosan, akkor lehet, hogy megúsztam volna kevesebb vérveszteség nélkül, de én azt mondom, hogy így sem volt rossz. Ugye itt volt spotter, első osztály, ugye Gunmark, az még mindig kettőn áll, nem használom ezt a tankot, abszolút, csak mondom, Laci pont egy pár napja érdeklődött a tank felől, így gyors előkaptam, leporoltam. Scoot medál, acélfal, ugye médiummal, konföderét, és ennyi. Csapatmunka, azt mondom, hogy Viki tette a dolgát 9-es tierben is. Jó, szeretem, kényelmes, kényelmes tank, tehát meg keres is. Meg hát az, hogy a svédeknél ugye most az ajtóékkel kezdesz el legénységet húzni, hát az inkább nem, mert azért az nem egyszerű játszani, vagy pedig ugye megveszed azt a tier 6-os kistáros, de hát az megint olyan, itt nem is tudom, PC-n megvan, ott szerettem, itt nem mertem megvenni, mert ki tudja, milyen balansz van rajta, aztán jó, nem mondom, hogy egy hatalmas összeg, de na. Úgyhogy egyszer majd talán kipróbálom, jelen pillanatban nem, viszont nekünk itt van Viki, ugye PC-n, ott nem is tudom, melyik nemzethez tartozik, talán a britekhez, itt meg ugye ide csapták a svédekhez, örüljünk neki, mert legénység húzásra ideális, nem mintha volna svéd, vagy elindultam volna még a svédeknél, de majd ha jönnek a svéd medek, akkor biztos, hogy jó lesz a legénység. Nos, ennyi lett volna Viki, meg én is, úgyhogy remélem sikerült rávilágítani, hogy mit érez a tank, vagy mit lehet használni. Én azt mondom, hogy hát egy kellemes játékot lehet vele játszani, elmegy a töltésidő, nagyon jó a torony, a gandep, az ágyú, én azt mondom, hogy korrekt darab. Úgyhogy főleg annak, akinek van svéd ágon, vagy svéd ágon elindult, és van tankja oda. Ideális. Ez a legideálisabb a Viki. Meg amúgy is szeretjük a Vikit. Meg az asszony. Na,
Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Jerikó voltam, sziasztok!